Ez az ábra jól mutatja, hogy az elmúlt másfél évben hatalmas ingadozások történtek az üzemanyagárakban. Ennek oka a járványhelyzet miatti gazdasági leállás volt. Tavaly áprilisban 300 forint alatt átlagosan 291 forintba került egy liter benzin a hazai kutakon. Most alig több mint egy évvel később már közel 150 forinttal drágább egy liter üzemanyag. Minden gazdasági szereplő reménykedik és azt várja, hogy minden álljon vissza a normál menetbe, mint ahogy az a járvány előtt volt, és a kereset növekedésével az olajára is így folyamatosan emelkedik, illetve az OPEC országok, tehát az olajkitermelő országok is havonta egyeztetnek arról, hogy mi az az optimális olajmennyiség, amit érdemes kitermelni annak érdekében, hogy az árak ne zuhanjanak újra vissza arra a korábban tapasztalt tavaszi árszintre. A szerdára bejelentett üzemanyagár változás a benzin esetében jelentősebb. 5 forinttal emelkedik átlagosan a literenkénti ár, így 446 forintba kerül majd. A gázolaj esetében pedig 2 forintos a drágulás, az átlagár 445 forint körül alakul a hazai kutakon. A holtankoljak.hu szerint további emelkedés is várható. Azt látjuk, és az elemzői várakozások is a 80 dolláros olajár szintet jelezték elő már az év elején is, úgyhogy az, hogy ez meglegyen, arra elég nagy esély van, hiszen közel vagyunk hozzá. Ami nagyon nagy kérdés, hogy itt a vírusnak a különböző mutánsai, majd milyen variánsai, majd milyen mértékben és milyen korlátozó intézkedéseket vezettetnek be így a különböző országokban, hiszen látjuk, hogy ez a helyzet folyamatosan változik. Nálunk komoly enyhítések vannak, de különböző országokban már most is szigorítanak. Így nyilván egy nagyobb zárás újra csökkentheti majd az olajárát, és így az üzemanyagok árára is hatással lehet itthon. A mostani drágulással a 2012-es történelmi csúcsot ostromolják az árak. 9 éve ugyanis 454 forintért tankolhattunk a 95-ösből. Idén június óta átlagosan közel 20 forinttal emelkedtek az üzemanyagárak.